Köszöntöm az Egyetem TV nézőit a nap fel legújabb adásában. A művelődni vágyók, közkedvelt szegedi helyszíne, a Móra Ferenc Múzeum a pandémiának köszönhetően bezárt a kapuit, azonban már-már látni a fényt az alagút végén, hiszen a nyitásról és a hozzá kapcsolódó programokról beszélgettünk mai vendégünkkel, Hegedűs Anitával, a Múzeum sajtóreferensével. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást. Hogyan élte meg a koronavírusos hullámokat a múzeum? Milyen problémák adottak? Egyrészt nagyon hiányoztat nekünk a látogatók, hiszen én azt gondolom, hogy az, hogy milyen kiállításaink vannak, milyen programjaink vannak, az nagyon sokat elmond egy múzeumról egy intézményről. És mi nagyon szeretjük, mikor van közvetlen visszajelzés a látogatóktól a munkánkkal kapcsolatban. És ez egy nagyon nagy érvágás volt. Természetesen emellett a múzeumnak nagyon sokrétű a tevékenysége. Tehát például folyamatosan zajlik kutatási vagy gyűjteménykezelési tevékenység, ez azt jelenti, hogy vannak olyan munkatársak olyan tudományos munkatársak, akik az év, hát ha nem is minden napján, de ugye a munkaidejükben ezekkel a tárgyakkal, ezekkel a gyűjteményekkel foglalkoznak. Úgyhogy ők tudták folytatni ezt a munkát, illetve kaptak segítséget is. Ugyanis azok a munkatársaim, akik alapvetően a látogatókkal foglalkoznak, például teremőrök vagy pénztárosok, ők besegítették ezt a bizonyos gyűjteményi munkát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Móra Ferenc Múzeumnak egy nagyon nagyméretű méretű gyűjteménye van, ez milliós, Nagyságrendű, régészeti tárgyak, illetve leletek, történeti tárgyak, néprajzi természettudományi műtárgyak, és hát ezeknek a, a gondozása, a digitalizálása, a, a folyamatos karbantartása, gondozása, ez viszonylag sok időt, illetve sok munkát igényel. Úgyhogy volt mit csinálni. Emellett pedig kiléptünk jobban az online térbe. Készültek különböző videók a múzeum kulisszatikairól például, illetve csatlakoztunk különböző kis kézműves videókkal, kézműves foglalkozásos videókkal, jeles napokhoz, illetve ünnepekhez. Úgyhogy volt mit csinálnunk. Most pedig elérkezett a nyitás ideje. Milyen programokkal, kiállításokkal készül a múzeum a látogatóknak? Nagyon örülünk, hogy végre tényleg kinyithatunk. Nekünk ez a jeles nap, ez május 7-ére esett, és először a Vármúzeumot nyitottuk meg a nagy közönség előtt. Ezt a kiállító helyet ezt úgy kell elképzelni, hogy az egykori Szegedi Várnak a megmaradt épülete, ilyen típusú egyetlen megmaradt építménye. Nagyon komoly szerepe volt a Szegedi Várnak a város életében sok évszázadon keresztül, de nagy árvíz után elbontották, és hát ez az épület, hála Istennek, most már jó pár éve a múzeum kiállító helyeként üzemel. Egy nagy felújításon esett át, egyrészt az udvar is, ezt talán aki elmegy itt a Móra Ferenc Múzeum háta mögött láthatja, hogy végre nem egy nagy gödör van az épületnél, illetve a kőtárat, a várudvart is fel tudtuk újítani. Emellett pedig igyekeztünk olyan kiállítást létrehozni bent, ami interaktív, ami érdekelheti a fiatalabbakat is, és az idősebbeket is, sőt a gyerekeket is. Egy szeged történetéről készült kiállítást sikerült létrehozni, ahol például ki lehet próbálni, hogy milyen lehetett a boszorkányperek vádlottjának lenni. Felállhatunk egy mágiára, és egy vetítés segítségével megtudhatjuk, hogy minket elítéltek volna-e annó boszorkányságért. De például ki lehet próbálni, hogy milyen lehetett egy várbörtönben ülni, ahol például Rózsa Sándor is raboskodott itt a szegedi várbörtönben, de megismerhetjük azt is, hogy milyen óriási pusztítást okozott a szegedi nagyárvíz. Ez tehát egy nagyon interaktív, szerintem nagyon szép, esztétikus kiállítás, és tényleg azt tapasztaljuk a visszajelzések kapcsán is, hogy nagyon szeretik a látogatók, főként a családosok és most pedig az egyik szerintem legnagyobb vízhangot keltő újdonsült kiállításotok a Sziszi kiállítás lesz. Erről mit lehet tudni? A Sziszi kiállításra készülünk már jó ideje. Sokszor szokták kérdezni tőlünk, hogy milyen nagyszabású kiállítás lesz a következő, és én tudom, hogy, hogy ez olyan csúnya dolog, hogy az ember nem mondhatja el, de ennek nagyon sok oka van, hiszen amikor egy nagy kiállítást szervezünk, ott nagyon sok a közreműködő, a COVID-helyzetben ez pláne így volt, hogy nagyon sok nehézség hárult a kiállítások elé, de hála Istennek ezt a tárlatot, ezt meg tudjuk szervezni. Ez a kiállítás, ez a Magyar Nemzeti Múzeumból fog majd érkezni, és ezt a tárlatot, illetve ezt a kollekciót Kínában is bemutatták már, ott több mint 4 millióan látták. Hát nekünk azért ilyen nagy... Céljaink nincsenek, hogy Magyarország lakosságának majdnem fele meg fogja nézni ezt a kiállítást, de bízunk benne, hogy ez a téma azért sokakat érdekelni fog. Itt meg lehet majd ismerkedni a cc a a CC brendel, hogyha fogalmazhatok így, hiszen én azt gondolom, hogy fiatalok is és idősebbek is nagyon-nagyon szeretik ezt az alakot, ezt a nagyon fontos történelmi alakot, aki igazán szerethető figura. Ugye mindannyian ismerjük a klasszikus CC filmeket, kívülről fújjuk már a különböző ott folyó tehát sok mindenkinek él valamilyen kép és mi ezt szeretnénk egy picikét tisztázni, és egy picikét bővíteni. Természetesen szó lesz majd a legfontosabb, élete legfontosabb eseményeiről, a koronázásról, az esküvőiről, ugye korábban, vagy természetesen a, a gyilkosságáról is, de emellett megismerhetjük azt a világot, amiben Sisi élt. Emellett pedig különböző gyönyörű szép ruhamásolatok is lesznek, így azt gondolom, hogy hát azért ez inkább a hölgyek számára lesz majd érdekes és, és izgalmas ez a kiállítás. A koronavírus hatására ugye a múzeumokat csak védettségigazolványjal lehet látogatni. A múzeum készül valamiféle alternatívával azok számára, akik esetleg nem tudnak részt venni ezeken a kiállításokon. Mi folyamatosan betartjuk ezeket a szabályokat természetesen. Azok számára, akik esetleg nem tudnak eljönni védettségigazolvány hiányában, nekik az online tartalmainkat folyamatosan javasoljuk és ajánljuk. Egyrészt nagyon sok izgalmas kisfilmet lehet megnézni a Múzeum YouTube csatornáján, emellett pedig folyamatosan ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon, ahol érdekességeket, kulisszatikokat meg lehet ismerni a múzeum világából. És mi azért nagyon bízunk abban, hogy ez a ki kiállítás azért több hónapig látogatható lesz. Bizakodunk, hogy hát, ha úgy alakul majd ez a járványhelyzet, hogy, hogy hamarosan mindenki, bárki bejöhet majd hozzánk, és megnézheti ezeket a tárlatokat. Meg tudsz osztani velünk valami hasonló kulisszatitkokat, amik a jövőbeli tervekről szólnak, hogy milyen kiállítások lesznek majd a jövőben? A Sziszi kiállítás mellett lesz majd egy Rothschild Klára kiállítás, hát ez ilyen girl power év, hogyha fogalmazhatok ki, ugye mind a Fekete Házban, ott lesz majd a Rothschild kiállítás, mind ugye a főépületben a Sziszi kiállítás igazi nő ikonokat állít a középpontjába, úgyhogy ez egy kulészetitok, hogy ez is épül már, ez a kiállítás a Fekete Házban. A következő években pedig tervezünk nagy nemzetközi kiállítást, Ennél többet sajnos nem mondhatok, ugye itt a koronavírus helyzet miatt nagyon nehézkesen tudtunk szervezni. Volt már olyan kiállítás, ami azt gondoltuk, hogy összejöhet, és meg tudjuk rendezni idén, de sajnos nem sikerült. Tehát amíg nincsen egy biztos alapunk, valamiféle szerződésünk, addig sajnos ezeket nem, nem tudjuk bejelenteni, nagyon-nagyon sok mindenem múlik. Ezt úgy kell elképzelni például, hogyha mi egy nagy nemzetközi kiállítást szervezünk, ilyen volt például a Pompei kiállítás 2016-ban, hogy ezeket a tárgyakat például mi Nápolyból hoztuk, ugye Olaszországból, és ha belegondolunk a mostani Covid helyzetbe, akkor sok időn keresztül ezek a tárgyak nem is nagyon utazhattak volna. És nem csak a tárgyakról van szó, hanem arról a szakember gárdáról, aki mondjuk ezeket a tárgyakat kötelezően kíséri és szállítja. Ők hogy utaznak, hogy jönnek, mennek. De már csak a tárgyalások szintjén is a nagy múzeumok sokkal óvatosabbak a kölcsön és kapcsán mindenki azt mondja, hogy jó, lehet róla szó, de térünk vissza rá. Tehát így most azért nagyon megnehezedett nemcsak a mi helyzetünk, hanem tényleg nemzetközi szinten is az összes múzeum helyzete. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, kitartást kívánok nektek, és sok látogatót! Köszönöm szépen! Nézőinktől pedig búcsúzom, köszönöm, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is!